És akkor most már lassan tényleg kérnék vissza azt az elkóvágott beton darabot, ja, itt van, nagyszerű. Úgyhogy lassan az kell, de előtte még azt a ásó, vagy nem is tudom milyen nyelet kéne kicsit több darabba szedni a csongornak. Úgyhogy be is támaszolnak a többiek, hogy ne mozduljon a labot, ez nagyon-nagyon fontos, hogy erősen tudják tartani, mert különben akkor a nagyban romlik ugye a sikertelenség, mert hát nagyban nő a sikertelenségnek a veszélye, hogyha nem tudják elég erősen fogni. Különböző technikák vannak erre is, hogyan érdemes megtámasztani. És akkor most kis csendet kérünk szépen a megfelelő koncentrációhoz. Ja, légy szíves, egy kicsit menjetek arra. Biztosan biztos. Hát végül sikerült szétvinni ezt a volt elég hamar. Úgy majd nagy tapsot kérünk szépen. Hát a torszálkás, erős szálkás törés, erősítésektől ez mindig így van. És hát damas vizsgákon szokás ilyen törőanyaggal dolgozni. És akkor ez a három betonlap a következő ellenfél. Az Attila fogja ketté törni őket, vagy sok darabba. Úgyhogy ismételten egy kis csendet kérnék. Törőanyag. És hát akkor ugye nem lehet eltörni, hogyha leesik. Az a másik baj, hogy szőnyegen ezt elég nehéz így megállítani ilyen egyensúlyi helyzetben. És hát ha nincs szőnyeg, akkor meg baja eset a parkettának, hogy attól függ, hova tesszük. Ja, hát reméljük, hogy meg fog így állni, és nem lesz az ütés, akkor nem bírnám be az nagyon. Akkor egy kis csendet kérem szépen. Akkor légy szíves, még egyszer álljatok fel ide. Jó. Ez volt tehát a gazdagőti legyen. Ha valakit érdekelnek egyébként egyrészt időpontot helyszín, akkor bármilyen kérdezzétek. Köszönjük!